A nevem Baráti Csanyiga Mónika, a Zentai Petőfi Sándor Általános Iskola magyar tanára vagyok. Üdvözlök benneteket, kedves nyolcadikosok! Mint látjátok, egy irodalom óra fog következni. Szabó Magda Abigail című művével foglalkozunk, egy kis kest csináló talán, vagy aki már túl van rajta, az pedig tud figyelni, illetve a gyakorlatokat megcsinálni. Amiről szó lesz, az a szerző, röviden a szerző életéről, műfajról, műnemről, regényről lesz egy néhány mondat, a szereplőkről, illetve kérdések és feladatok jönnek a végére. A szerzőről, amit tudni kell, Szabó Magda 1917-ben Debrecenben született, Debrecen Egyetemen szerzett egyetemi diplomát, latin és magyar szakos tanárként, illetve bölcsész doktori diplomája is itt szerezte meg. Dolgozott a szülővárosába, dolgozott Hódmezővásárhelyen, azután 1945-től a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium munkatársa volt, 1949-ig, ameddig el nem bocsátották. 1949-ben Baumgartner díjat jelölték, illetve megkapta, de sajnos ugyanazon a napon vissza is vonták tőle, és következett egy 10 év, amikor nem is jelentek meg művei. Ha az irodalmi tevékenységét, munkásságát nézik, akkor az az írónő, aki szinte minden terén az irodalomnak megpróbálta magát, ugye verses kötetekkel indított, utána jöttek a regényei, majd pedig a színpadi művei, mindegyik sikeres volt. Ez főként az is mutatja, hogy sok nyelvre lefordították a munkáit. Ismertebb művei föl vannak sorolva, én nem említem, el tudjátok őket olvasni, vissza tudjátok őket nézni, vagy hallottatok már róla. Ami fontos számunkra, hogy 1978-ban az Abigailből film is készült, különféle díjakat kapott, és 2007-ben 90 évesen hunyt el. Itt látjátok az aláírását, illetve magáról az írónőről egy képet. 3 borítót tettem ide magáról a regényről, ahány borító annyiféle, ahány kiadás annyiféle, a belseje ugyanaz, tehát a tartalom megmarad, viszont kiadótól, illetve évtől függen változik. Látjátok, hogy van olyan, ami a filmrészletből kivett, van olyan, ahol csak egy Abigail illusztráció, illetve van, ahol csak a cím jelenik meg. 1970 ez az időpontja a regény megjelenésének. És akkor műnem, műfaj. Ha már regényről beszéltem itt eddig, illetve a kezetekbe vettétek, akkor látjátok, hogy ez epika, hogyha műnemét tekintjük, történetet, eseményt mond el. És regény a műfaja, hiszen hosszabb terjedelmű fejezetekre oszlik, több szereplője van, több helyszínen látjuk a szereplőket, illetve a cselekményszál többfelé ágazik, szerte ágazik. És jön a regényről, hogyha láttátok, vagy a kezetekbe veszitek, akkor az első mondata a regénynek az így hangzik: a változásom életében bekövetkezett, annyi mindentől megfosztotta, mintha bomba pusztított volna az otthonában. Ez egy nagyon találó mondat, hiszen a bomba pusztított már utal arra, hogy milyen történelmi esemény áll a középpontba, úgymond. Tehát a II. Világháború idején vagyunk, illetve a változás, ami bekövetkezik az életébe, egy kislányról beszélünk, pontosabban egy serdülő 14-15 éves kislányról, akinek az élete fenekestől felfordul, és mindentől megfosztotta ez a dolog, ami változás az életében, de erről beszélünk később. Miről is szól a regény? Ugye a főhősünk Vitai Georgina, egy 14-15 éves serdülő tini lány, akinek az édesapja tábornok, és mivel mi II. Világháború idején vagyunk, az ellenállás vezéreként, tehát ott fontos szerepet tölt be a tábornok, és úgy gondolja, hogy a lánya védelme érdekében el kell őt vinni a Budapestről, és a Matulába, egy zárt nevelőintézetbe, egy lánynevelőintézetbe iratja át, vagy viszi el, úgy, hogy a kislánynak nem magyaráz meg semmit. Valójában Georgina egy elkényeztetett, egyedüli lány, akire nevelőnő vigyázott, aki teadélutánokra járt, aki éppen beleszeretett egy katonatisztbe, és éppen bimbózott a szerelem, amikor ez az egész megtörténik, mindenféle magyarázat nélkül kerül az ország másik végébe, mindenféle indok, mindenféle magyarázat nélkül. Az regényből idéztem a gondolatait a lánynak,
hogy hogyan is vélekedik magáról az épületről, magáról a nevelőintézetről. Ugye azt mondja, hogy zömök, rideg, fehér, pici ablakai vannak, vassal pántolt kapuja, az ablakai meg rács, rettenetesen régi hely lehet, és nem is olyan, mint egy iskola, máshoz hasonlít, leginkább olyan, mint egy erőd. Fontos, tehát neki ugye ez negatív töltéssel bír, viszont az apa számára az, hogy erőd, egy biztonságos környezet, ahova a lányát visz, és nem kell neki aggódnia, az fontos. Ugyanezt gondolja még a Matuláról, hogy Matula püspök híres iskolája a középkorban kolostor volt, azért olyan vastagok a falai, bolthajtásosak a termei, és azért van némely osztálynak olyan sajátságos formája. A hálótermekben falakat törtek át, bontottak le, vagy raktak más helyre, hogy megfelelő nagyságú helyiségek alakuljanak ki az egykori szerzetesi cellákból. A berendezés viszont lényegesen modernebb volt, mint Gina régi iskolájában, és minden csillogott a tisztaságtól. Tehát végül is egy jó helyre kerül, annak ellenére, hogy biztonságos, hogy tiszta, modern hely, Gina nem hajlandó megszokni, nem hajlandó alkalmazkodni a szabályokhoz, nem hajlandó egy lenni a sok közül. Az első nap rögtön, amikor Zsuzsanna végigvezeti a folyosón, akkor azt látja, hogy kisebb-nagyobb lányok álltak a fal mellett, és rendezgették a szekrényeiket. Ahogy elhaladtak előttük, mint hátrafordult, kihúzta magát és köszönt. Kötényt viseltek valamennyien, hosszú ujjú, egész testüket elfedő, alsó lábszáruk közepéig érő, piros posztpolos, fekete klotkötényt. És Gina azt gondolta, talán sose fogja tudni megkülönböztetni őket, hiszen olyan egyformák, még csak a hajukat is középen elválasztva viselik, mind hosszabb, rövidebb cobba fogva, s szofjaik végét pertlivel kötötték át. Tehát mindegyforma, egyforma ruhájuk van, egyforma fizurájuk, nincsenek színek, tehát bekerül egy olyan közegbe, ahol egy lenne a sok közül, ahol az egyéniség nem erény. Rögtön az elején már megtörténik a kiközösítés, hiszen a lányok azzal szórakoznak a lánynevelő intézetben, hogy férhez mennek a leltárjegyzett tárgyaihoz, és Gina új lányként az üres akváriumot kapja férjéül, ami persze nem tetszik neki, itt vita alakul ki, és a lány akarva akaratlanul is, de beárulja a lányokat az igazgatónak, ami aztán büntetés von maga után, és Gina nem tud beilleszkedni ebbe a közösségben, nem tud megalkudni, nem tudja a szabályokat követni, semmi sem felel meg neki. Olyannyira, hogy gondolkodik a szökésen, és nyílik egy alkalom rá, amikor Hormicinél tejáznak a lányok, akkor ő megszökik, és a vasútállomáson Kőnik tanár úr lesz, aki megtalálja és visszaviszi. Ezután az édesapa, amikor tudomást szerez a szökésről, átgondolja az egész dolgot, amit tett, hiszen ő apaként, gondos apaként meg akarta óvni a lányát a külvilág rossz dolgaitól, és nem mondta el neki a titkot, hogy miért kell neki a Matulába mennie, miért kell otthagyni Mimó nénit, miért kell otthagyni az előző iskoláját, hanem egyszerűen csak fogta és elvitte. És az apa gondolkodik is rájön arra, hogy talán jobb lenne a lánynak elmondani az igazat, és akkor talán nem követel több butaságot, hiszen így veszélybe sodorja saját életét is, illetve az apa pozícióját, helyzetét is veszélybe sodorja. Tehát miután az apa meglátogatja a lányt, elmondja neki a nagy titkot, és itt történik a regényben egy fordulópont, nem csak a regényben, hanem maga Gina életében, szemléletében, hozzáállásában is, hiszen a lány rájön arra, hogy ez mind az ő érdeke volt, rájön arra, hogy igenis felelősséget kell vállalnia mindazért, amit az apa ráruházott, és megfogadja, hogy megváltozik. Ezután a lányoktól bocsánatot kér, akik aztán visszafogadják, mivel hogy nem tud hazamenni, maradt téli szünetre a kollégiumban, illetve a lánynevelő intézetben, Torma Piroskával együtt, és itt a karácsony közelettével meglátogatja, illetve megjelenik Kuncz Feri, akiről eddig nem beszéltem, tehát ő volt a nagy szerelem, egy fiatal katonatiszt, aki egy törtető, egy csaló, aki úgy szeretne följutni a ranglétrán, hogy mindenféleképpen ki akarja használni Gina és az apja jóhiszeműségét. És azzal a
kitalált ürüggyel érkezik meg ide, hogy a lányt el kell vinnie, mert az apja beteg, és nem tud érte jönni. Gina már rá is áll, hogy elszökik a fiatalemberrel, amíg a szobor, idézőjelbe tettem, tehát amíg Abigailtől nem kap egy hírt, hogy nem minden úgy van, ahogy azt Feri tudatja, tehát hogy Feri csaló, és így Abigail nem megy el vele. Utána a következő nap megjelenik az iskolába Kunc Feri, az igazgatóval beszél, de igenis el kell, hogy vigye a lányt, mert hogy az apjának szüksége van rá. De az igazgató, mi vagy rábízták a lányt is, csak az apának adhatja ki, nem is fogja elengedni, tehát Gina marad. És mivel, hogy felfedezték a lány hollétét, tehát már a titok nem titok többé, beindul a gépezet, úgymond. Hormici megjelenik Gede napi ünnepségen, és közli Ginával, hogy el kell mennie. Az ő háza lesz az, ahol fedezékbe tud úgymond húzódni, ahol biztonságra lelhet, és míg a többiek szórakoznak a Gedon napi ünnepségen a matulában, addig ugye elmegy Mici néni házához, azután, hogy ott, tehát utána megindul a folyamat, új nevet kap, és kitulódnak a dolgok a legvégére. A legnagyobb dolog talán az, ami, vagy legnagyobb titok, amit rejti övezett, az ugye Abigail kiléte, de erre vissza fogok térni a későbbiekben. Tehát nagy vonalakban a regény ennyi, el kell olvasni, természetesen ez most nagy vonalakban volt, tehát nem mentem végig az egészen. Ha a regény szerkezetét figyeljük, akkor látjátok, hogy fejezetekre tagolódik, és minden fejezetnek van saját címe, amit mondhatnám azt is, hogy kulcsszó vagy kulcsmondat, tehát ez a mondat tulajdonképpen, ami a címként szerepel, ez valójában elmondja, hogy miről is lesz szó abban a fejezetben. És akkor a szereplőkről. Röviden, két csoportra osztottam a szereplőt, ugye vannak a mellékszereplők, ők, akik csak minimális ideig, akik éppen csak egy epizódra, vagy csak épp egy mondat erejéig jelennek meg, ugye Marcel a francia nevelőnő, akinek ugye el kellett menni a háború jövetelével vissza Franciaországba, Mimó néni, a nagynéni, aki a teadélutánokat szervezte, ahol megismerkedett ugye Kunc Ferivel is, aztán Bánki Anna, Mrázor, illetve az osztálytársak, akik mind jelen voltak, de nem töltöttek be akkora nagy szerepet. És a fontosabb szereplők között ugye a Vitai Georginát említjük, Vitai tábornokot, Zsuzsanna testvért, König tanárurat, Kalmár Péter, Torma Gedeon, Hormicit, Kismarit, Torma Piroskát és Kunc Ferit. És akkor csak röviden jellemzésként, ugye Gina egy 14-15 éves kamaszlány, aki nagyon naív, aki jó hiszem, hiszen elhisz mindent, amit Feri mond, elhiszi a szép tevését, jól esik neki az udvarlás, ugyanakkor lázadó, nem hajlandó elfogadni a szabályokat, a saját igazát hajtja, igazságtalannak érez dolgokat, ugyanakkor képes változni, képes felelősséget vállalni, miután már az apjától a titkot megtudta. Ugye a tábornok, aki egy gondoskodó apa, aki azt gondolta, hogy azzal, hogy a lányát nem avatja be a való élet rossz dolgaiba, azzal jót tesz neki. Bátor, becsületes, önfeláldozó, különben nem is lehetne valószínűleg az ellenállás nagy alakja a háborúban. Zsuzsanna testvér a következő, aki a racionális nő mintaképe a regényben, egy fegyelmezett, egy szabálytisztelő hölgy, aki átérzi ugyan a lányok fájdalmát, gondjait, bánatát, de tartja a távolságot, nem akar igazán közel kerülni hozzájuk. König tanár úr, aki bátor, önfeláldozó, segítőkész, de ezt minden csak a végén fogjuk megtudni, hogy miért is, hiszen amit látunk, az egy óvatos, egy szégyenlős, egy csendes tanár, egy tartózkodó, akit aztán lehet kifigurázni, akinek be lehet szólogatni, akit aztán nem kell megbecsülni. És a végén látjuk, hogy igenis mekkora nagy dolgot vitt véghez, és mekkora nagy ember is ő valójában. Az ellentétje ugye Kalmár Péter, aki szintén tanár a matulában, egy jóképű fiatal, a lányok bolondulnak érte. Ugyanakkor ő egy német barát, egy heves, nemzeti érzésű fiatalember. Az igazgató Torma Gedeon, aki szigorú és erkölcsös ember, higgadt, nem hajlandó hinni Kunc Ferinek, amikor el akarja vinni a lányt, ő megígérte, hogy csak az apjának adja, attól nem lehet eltágítani.
Horn Mici, egy hadiőzvegy, aki sok mindent elveszített már a háborúnak köszönve, egy nagyvilági asszony, jókedélyű segítőkész, hiszen ő van ott végig, aki támogatja Ginát, nagyon szereti a gyerekeket is. Kismari, Torma Piroska két barátnő, ők életvidámi segítőkész lányok, és Kuncferit hagytam a végére, ugye ő a csaló, hazug és törtető fiatal katonatiszt, aki maximálisan körüludvarolja Ginát, olyan hátsó szándékkal, hogy kihasználja jó hiszeműségét, az övét is, illetve az apját is, az, hogy följebb kerüljön a ranglétrán. A helyszínekről röviden csak, ugye az Árkod, Matula intézet, aztán a templomban látjuk őket még, a vasútállomás, ahogy szökni próbál Gina, az Almásba kirándulni mennek, Hormici néni háza, ami menedékül szolgál, illetve Pest. Ugye ő az Abigail, egy kép a filmből, egy részlet, és maga a legenda, tehát egy kőszoborhoz kötődik a legenda, amit a lányok Abigailnek neveznek. Ez a kőszobor a Matula kertjében található, és ők úgy tartják, hogy mindenkinek segít, aki kér tőle segítséget, és aki szeretné, hogy segítsen. Feltétel az, hogy hinni kell benne. És csak a legvégén derül ki a regénynek, hogy Abigail mögött König tanár úr áll, az a tanár úr, aki egy visszahúzód, egy csendes, egy szeretnivaló ember, tehát ő az, aki segít mindenkinek már évek, generációk óta. És jönnek a feladatok a végére, tett sorrendben az eseményeket, hogy időrendbe kell őket rakni, 12 meghatározás van, vagy 12 esemény, persze nem sorba. Nem fogom kétszer elmondani, hanem rögtön csak a megoldást mutatom. Tehát Marcel az első, ugye Marcel haza tér Franciaországba, tehát ezzel indul itt rögtön az elején. Utána Mimó nénitől búcsúzik el Gina, aztán Árkodra utazik az édesapjával. A következő, amikor a lányok hozzá mennek a leltárjegyzett tárgyaihoz, ennek következtében ugye kiközösítik a társai Ginát. Gina rosszul érzi magát Horn Micinél, ugye így tervezgetve már a szökést. Aztán pedig következik, König visszaviszi Ginát a vasútállomásról, a tábornok meglátogatja Ginát, a légiriadó, az összetört akvárium, Kuncferi megpróbálja megszöktetni Ginát, és a legvége a meghatározásoknak pedig a Gedeon nap a Matulában időrendben. A következő feladat, hova viszi Ginát a tábornok, amikor meglátogatja, válasz lehetőségek a cukrászdába, az étterembe, sétálni, vagy színházba. A megoldás természetesen a cukrászdába. Mit játszanak Micinén a lányok, a kérdés, és a lehetőség a kártyajátékot, bingót, tombolát, dominót. Tombolát játszanak. Mi tartozik a mindennapi viseletükhöz a matulás lányoknak? Tarisznya, toltartó, jegyzettöm, vagy a kötény. A megoldás ugye a kötény, attól lesznek egyformák. Hogyan nevezik Kuncferi Ginát? Gini, Gina vagy Zsini? Zsininek hívja. És zárszóként csak kulcsszavakat, kulcsmondatokat írtam itt fel. Tehát maga a regény, fejlődésregény, lányregény, realista regény, de akár a történelmi regény is leférhetett volna, hiszen valós történelmi eseményről van szó. Életrajzi elemek fedezhetők fel, a Szigor a lánynevelő intézetben, ugye Szabó Magda is járt lánynevelő intézetben, illetve dolgozott is lánynevelő intézetben, illetve König tanárodat a saját tanáráról mintázta. Jellemző Szabó Magda regényeire, valamilyen sorsfordulattal indítja a regényt. Itt nálunk ugye ez a változás, ami bekövetkezik a kislány életében, amikor felfordul az egész élete fenekestől. Jelen vannak a belső monológok, leginkább ugye Gina gondolatait látjuk, de néha egyes szereplő is megnyilvánul, és a személyességet, a szubjektivitást, az egyes szem első szemű számú megnyilatkozásokból látjuk. Én nagyon remélem, itt még mutatok néhány képet a filmből. Itt a lányokkal látjuk Ginát, ugye, illetve az apukájával a beszélgetéskor. Én nagyon remélem, hogy sikerült
kedvet csinálni a könyv elolvasásához. Ha meg nem szeretnétek elolvasni, akkor pedig érdemes lenne megnézni. A film is jó.